Nőnap alkalmából kedveskedett Szikszóváros önkormányzata a helyi lakosoknak az inkubátorházban március 7-én pénteken délután 14:30-kor megrendezett ünnepségen, amelyen dr. Mennyi Roland, a Fidesz és a KDNP országgyűlési képviselőjelöltje és Füzessiri József, Szikszóváros polgármestere is virágokat adtak át a hölgyeknek. A meglepetések még nem értek véget, hiszen a jelenlévők a legszebb operettekből is hallgathattak egy hosszabb összeállítást a kolozsvári Operettissimo együttes előadásában. Azt hiszem, hogy nagy öröm számunkra az, hogy itt március elején a nőnap alkalmából Szikszón élő és dolgozó hölgyek egy-egy ilyen rendezvényen részt vesznek, immáron nem első alkalommal, ebben a szépen felújított Volt zsinagógában. Én hiszem azt, hogy valamennyiünk életét egyértelműen a lányok, az asszonyok, a hölgyek szépítik meg, hiszen valamennyien gyerekként jól emlékszünk az édesanyára, aztán amikor az első szerelem megjött a gyönyörű nőre, és hát szülőként azt gondolom, hogy csodálatos élmény számunkra, amikor a fiú is biztos jó, de egy kislánynál nagyobb öröm nincs a világon. Én úgy gondolom, hogy a nőnap azért fontos, mert hiszem azt, hogy a nők nélkül mi nem vagyunk igazán erős emberek. Szeretnénk ezt megköszönni, ugyan egy évben csak egyszer, ezen a napon. Nézzétek el nekünk, nézzék el nekünk, hogy az év 364 napján rohanunk, és néha elfeledkezünk a nőkről, de hiszem azt, hogy ez a nap fontos számunkra, és mi férfiak ezt nagyon jól megéljük. Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik itt a településen dolgoznak, teszik a dolgokat, szépítik ezt a várost, és hiszem azt, hogy egyre több és egyre jobb eredményeknek lehetünk majd a tanúi. Akkor, amikor megkérdezik tőlem, hogy mitől fejlődik ez a város egy picit jobban, mint a környező települések, vagy az ország hasonló nagyságrendű települései, akkor természetesen elmondom azt, hogy nagyon sok segítséget kapunk a magyar kormánytól, azoktól a vezetőktől, akik itt a megyében dolgoznak, és én itt külön köszönöm meg dr. Mennyi Roland elnök úrnak az eddigi segítségét. És hiszem azt, hogy a segítség mellett a legfontosabb az az érzékenység, amivel a hölgyek rendelkeznek. Én akkor, amikor a reggeli vezetői értekezleteket tartom, akkor döbbenek arra rá, hogy nekem vannak döntéseim, amelyek nem lennének igazán jók, hogyha nem lennének ott a hölgyek, az asszonyok, a lányok, akik sok esetben segítenek, hogy a döntéseink jobbak legyenek, jó irányba terelődjenek. Ezt szeretnénk megköszönni a mai napon, egy kis virággal, egy kis ajándékkal és egy kis műsorral. Kedves hölgyeim, tisztelt uraim, polgármester úr! Van egy régi antik görög mondás, egy történet, hogy valamikor a nő és a férfi az egy volt, de valamivel, ki tudja mivel, magunkra haragítottuk az isteneket, és azért szétválasztottak bennünket, és azóta egyik félnek sincs nyugovása, folyamatosan egymást keresik. Nos, a nőnap egy kiváló alkalom nekünk férfiaknak arra, hogy megtaláljuk és megköszönjük azt, hogy a nők vannak, megtaláljuk a lelkünk jobb felét. Bizonyára tudják, hogy a 20. század második fele óta nincsenek előre megírt szerepei a nőknek. Mindenki abban találja meg a boldogulását, abban találja meg a kiteljesedését, amiben ő szeretné. Valaki hagyományos értelemben vett nagy családot szeretne, otthon, a tűzhely melegét őrizni és építeni a családját, valaki karriert épít és abban keresi a boldogulást, sőt van olyan, aki igazán férfias szakmában keresi mindezt, de egyre többen vannak és remélem egyre többen lesznek azok a hölgyek, azok a nők, akik egyszerre mind a kettőt fölvállalják és áldozatos munkával igen-igen sokat tesznek a társadalmunkért. Fölmerül a kérdés viszont, hogyha ennyi női sors van, ha ilyen színes ez a paletta, akkor mit tud a társadalom tenni a nőkért? Mit tud segíteni? Hiszen jobban teszi a társadalom, hogyha segít is, és nem mindig csak az elvárásait fogalmazza meg, hogy a nő bizony legyen otthon, legyen rend, legyen
tiszta ruha, meg rendes gyerek, meg hatékonyan végezze a munkáját, finom az ebéd, és hosszasan sorolhatnánk. Álljon helyt a munkában természetesen, ez a legfontosabb. Az a kérdés, hogy mit tud nyújtani, mit tud segíteni a társadalom? Meggyőződésem, hogy ezeket a gondolatokat a művészek és a művészet nála lényegesen szebben ki tudja fejezni. Ezért, hogyha megengedik, egy nagyszerű ember nagyszerű sorait kívánom idézni, Szalai Pál. Hogy mi a nő nekünk? Az egész világ maga. A szüntelen változás. Kezdetben az anya, akinek testén át a világba léptünk, az első és végtelen önfeláldozás. Ő őrzi első lépteinket, törli le könnyeinket, testéből letett, szeretetéből nevel. Mindig megbocsát, ha kell, és soha nem enged el. Ő a fény, a meleg, és minden, ami jó. Semmihez sem fogható, és semmivel sem pótolható. Később aztán, ahogy tudatunk lassan a világra nyílik, ő maga, a nő is átalakul, megváltozik. Előbb éteri szépség, ideál, trubadúrok álma, költők ihletője, a szerelem és az őrület forrása. Majd társunk jóban, rosszban, életünk néma napszámosa. Vetett ágy, vasalt ing, étel, ital, kedvesség, szerelem, a testgyönyöre, az apokalipszis kínja és a mennyország ígérete. Mindez ő, a nő egy személyben, a lelkünk másik fele, aki értünk létezik, és akiért mi létezünk. Köszöntöm hát őket, a nőket. Kívánom nekik mindazt a szépet, amit értünk ma, és minden nap önként tesznek. Hiszen ha a nők nem lennének, mi sem léteznénk. Teljesen első alkalommal, de nem utolsó. Én úgy éreztem, hogy mindenkinek nagyon tetszett, és nekünk is, mi is jól éreztük magunkat. A meghívás... Azt nem tudom, hogy hol láttak minket először, de kimondottan meghívás ilyen ismerősök, rokonok, tehát így eljutottak hozzánk, megtaláltak bennünket. Valahol láttak, szerintem hallottak, és aztán pedig megtalálták a módját annak is, hogy felvegyék velünk a kapcsolatot. Szíkszóra ma este nóta és operett műsort hoztunk, különben a programunk, a teljes műsor az musical, nóta és operettből áll, és most itt ezt választottuk, ezt a programot. Ennyi fért bele, és remélem még lesz alkalom a többit is megmutatni. Nagy meglepetés és nagy öröm volt számunkra az, hogy itt ennyire nagy szeretettel és őrjöngéssel fogadták az operett muzsikát. Ugye nagyon jó érzés olyan közönség előtt fellépni, aki ezt értékeli, aki ezt szereti, aki szórakozik, aki velünk együtt énekel, és nagyon boldogok vagyunk, hogy ez így összejött és megtörtént. Vannak közkedvelt dalok, amelyek talán mindenhol nagy sikernek örvendenek, de ugyanakkor előadástól függően vannak olyan dalok, amik egyik helyen nagyobb sikert aratnak, más helyen esetleg kevesebbet, és igen, itt is volt 2-3 olyan dal, ami különös sikernek örvendett. A következő állomás az Erdély szerte lesz. Persze ugye Kolozsváron is fellépünk, környékén, Székelyföld, Maros megye, Besztercen a Szód. Hogy tetszett az előadás? Nagyon jó. Szeretettel jöttünk, úgyhogy nagyon szépek voltak, jó volt a műsor. Úgyhogy máskor is jöjjenek, az a kérésünk. És volt esetleg a kedvenc száma? Hát mindet tudom, mindet ezeket. Ugye ezek nagyon régiek. Úgyhogy... Legközelebb is eltetszik? Persze. Bármikor jönnek, mindig jövök. Nagyon csodálatos volt, nagyon szép volt. Igazán nem is gondoltuk ezt, hogy ez ilyen csodálatos lesz. Nagyon-nagyon köszönjük a Kolozsvári Egyesületnek, hogy ilyen szép műsorral megleptek minket nőnap alkalmából, és ezt nagyon köszönjük a polgármesterünknek és az egész városnak szintén, hogy azért ennyire megbecsülik a nőket, hogy ilyen szép műsor rendeztek nekünk, úgyhogy nagyon megvagyunk, és ha lehetőség lesz, szeretnénk kimenni mi nyugdíjas csoporttal együtt egy kis műsor, mi is megmutatni, adni nekik, amit lehetséges.